Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Imádom Prágát, minden boltnak olyan neve van, mint hogyha a macska átszaladt volna a billentyűzeten, de nem emiatt jöttünk ide, nem a Wawel miatt, meg nem a Vistula miatt, bár azért azt is meg fogjuk nézni, hanem azért, mert a Lexus éppen bemutatja az új flagship, azaz nagyon durván luxus csúcsmodell autóját, és én alapvetően szeretem a japán autókat, de az objektivitásnak meg kell maradnia, úgyhogy ezt most nagyon óvatosan mutatom meg. Így néz ki. Tényleg. Ez az eleje. Ez nem egy vicc. Ezt az autót így engedték utcára. Nem tudom, mit mondjak rá. Papi, amikor képen néztem, azt mondtam volna, hogy ronda, így szimplán csak brutális, de ez... Oh! Sorry. Hello? Szóval, hogy ez így néz ki. És azzal, hogy beemelték ebbe a klasszikus városi részbe, még inkább elüt a környezettől, és ez még inkább kihangsúlyozza, hogy mennyire elképesztően más, mint bármi. Nem nagyon tetszik ez a dizájn, de azt gondolom, hogy egy nagyon bátor lépés a Lexustól, hogy egy ennyire távol-keleti ízlésvilágra szabott autót ide mert hozni Európába. És ugye hát a Toyota Alphard, ami ennek az alapjait adja, az már évtizedek óta létezik a távol-keleten, most megpróbálkoznak vele itt Európában is, úgyhogy lássuk. Ha maradt volna kérdés, bizony, ez luxus autó. Na, első körben nem vezethetjük, hanem csak utazunk, de hát ez az autó, ez egyértelműen a hátsó ülésekről szól. Van neki egy ilyen hatüléses változata, amiben most rakódunk be. Ugye ez a hatüléses, ott hátul van, hát két, vagy hát jó indulattal nevezzük háromnak az ilyen szükségülés, tényleg ilyen méltatlan kakasülő. De nyilván a masszírozós, dönthetős, mindenes ülés az itt van bizony elől nekünk. És azért a sofőr sem feltétlen nyomorog. Beszélni kell egy kicsit az autó nevéről, ez ugye a Lexus LM. És a Lexusnál ezek a betűk, ezek mindig jelentenek valamit. Nekem ugye volt egy ISM, ami a Intelligent Sports volt, vagyis hogy okosan sportos autó, ami nem tudom, jó volt vele sakkozni. Ez viszont az LM, azaz a Luxury Mover, vagyis a luxus költöztető. Tényleg nem tudom, hogy amerikai piacra megy ez az autó. Ha igen, ott ebből még lehetnek problémák, mert azon a nyelvterületen ez hagyományosan tényleg a költöztető cégekre utal. Kényelemre nagyon nem lehet panasz. Most beraktam az ülést ilyen fogorvosi szék változatba, és nemhogy kivehető tablet, de egy ilyen, hát egy középkategóriás mobiltelefonra emlékeztető kezelő tartozik a hátsó rendszerekhez. Ezzel kapcsoltam be az ülésmasszást, a szellőztetést, erről mennek a különböző árnyékolók és fedők körülöttem, valamint a klímát is ezzel lehet szabályozni, és persze mindenféle multimédiás kiegészítőket, amik itt hátul vannak. Rear HDMI, azaz a hátsó HDMI bemenet. Tök jó megoldás, hát ugye nyilván ilyet már látunk évek óta hasonló autókban, főleg azért, mert annyi, de annyi funkció van bennük, hogy egyszerűen nem lehet már gombokkal megoldani a kezelést. Váratlan és kicsit humoros fordulat, hogy akkora a dugó itt Krakóban, hogy inkább visszamegyünk a hotelbe. Mármint, hogy egy kört szántak nekünk, hogy kipróbálhassuk az autót utasként, de annyira nem lehet közlekedni, hogy egész egyszerűen értelmetlenné vált. Tényleg akkora a dugó, hogy ki kellett szállnunk az autóból, és inkább visszasétálunk a hotelhez, mert még ez is gyorsabb, mint állni a dugóban. Bár most, hogy kiszálltunk, nézzétek, rávállalt a buszsávra, és megy. Lehet, hogy ezt velünk nem tehette meg. Na mindegy, az ide jó, Krakó szép, és a cselányok gyönyörűek. Feljöttünk a Wawelbe, ugye erről már korábban szó volt, és itt vannak ezek a drapériák, zászlók és egyebek. Ugye itt ez azért nagyon érdekes, mert ezek a 16.-17. századból származnak, és nyilván felújították őket és hasonló, de ez az anyagdarab, amit itt megnéztek, ez itt több mint 500 éves. És ugye megtalálhatók rajta Lengyelország és Litvánia szimbólumai is,
mivel a két ország ugye nemzetközösségként létezett, akkor Commonwealth, azt a szót használták. Ezt a kardot például Báthory István ajándékozta, és ugye, ahogy itt nagyon sok kegytárnál írják, ezt mindenféle nemesek őrizték meg az utókornak, itt ugye mindig feltüntetik a porosz támadást, ugye 1756-ban a nemesek a saját birtokainkon rejtették el ezeket a kegytárgyakat, azért, hogy megmaradjanak az utókornak. Nem tudom, tudtátok-e, hogy Krakót miért hívják Krakónak? Krak királyról kapta a nevét, a legenda szerint ő győzte le a Vável alatt lakó sárkányt, ugye ő itt uralkodott, és a helyiek megijedtek attól, hogy milyen veszedelem lakik. Nyilván a legenda szerint a helyiek megijedtek attól, hogy milyen veszedelem lakik a hegy gyomrában, egy sárkány. És terrorizálta itt a helybélieket, és Krak királynak nem volt jobb ötlete, azt mondta, hogy azt kapja meg a lánya, Vanda kezét, aki el tudja intézni a sárkányt. És hát sokan elbuktak, még nem jött egy cipészlegény, aki azt találta ki, hogy kihasználja a sárkánynak a falánkságát, ezért egy bárányt kitömött kénnel és szénával. És a sárkány ezt megette, amitől olyan szomjas lett, hogy addig ivott a víztulából, amíg bele nem borult. Na most ez egy nagyon jó pofa legenda, de nagyon sokat jelent a helyi folklórnak, ezért fölépítettek acélból egy sárkány szobrot, ami bizonyos időközönként ott a víztula partján, bizony tényleg tüzetokád vannak neki ilyen kis gázfúvókái, és jön a lángcsóva. Nagyon nem sok látszik belőlem, de szerencsére van itt egy ilyen varázslat. Pám, és így csak a szeme vég ki. Na de, szóval hogy itt vagyunk fönt a Vávelben, és hogy ugye itt a legkorábbi épületek egészen a 10. századig nyúlnak vissza. Onnan találtak ilyen falmaradványokat, hogy már akkor is építkeztek ide. A Vável ugye az maga nem kifejezetten a katedrális és a palota, hanem az a kő szikla formáció, amire építkeztek. A 10. század környékén a ólengyel nyelven Vanvelnek hívták, Vonvel, ha jól értettem, ami ugye azt jelenti, hogy a szikla, amit körülvesz a folyó, mert hát ugye itt folyik a Visztula. Na de nem is az a lényeg, hogy ezek az épületek itt egészen a 10. századig nyúlnak vissza, de ami itt van a hátam mögött, ez 1942-ben épült, ez volt az SS propaganda központja, és nagyon meglepő volt számomra az, hogy tekintve ugye Lengyelország történelmi múltját, tehát hogy hányszor ment át rajta a világtörténelem, és mennyire brutális módon, hogy itt van ez a nemzeti kegyhely, és mégis a megszállók épületét azt itt meghagyták a tradicionális épületek gyűrűjében. És erre állítólag az a magyarázat, hogy egész egyszerűen azért, mert a németek nem nyúltak Krakóhoz. Nekik az volt a tervük, hogy mint megszállt terület, ez lesz a főváros, és azért nem bántották. Egy állítólag egy bombatalálat sem ért a teljes második világháború során, és maradt az épület. Próbálom nem túl reagálni a dolgot, de kihozták a desszertet. Beszartok. És van alatta egy tojás, ami hát nyilván nem tojás, de egy ilyen fészekben van, és mindenki ilyeneket eszik. És a tojásnak van sárgája, hát micsoda tényfeltáró munka zajlik itt. Elképesztő. Alámerülök. Valamiért arra számítottam, hogy mondjuk marhaszegy íze lesz, vagy ilyesmi, de nem, lerántom a leplet. Ez egy vattacukor. Érted, vattacukrot hoztak desszertnek, rohadt jó. Emellett így nem lehet elmenni. Annyi finomság van benne, mint a legőszintébb kocsmai pofonba. Nem lehet rá mit mondani, ez betolja az arcát a társaságba, de talicskán. Igazából értem a szándékot, megközben egy kicsit nem is értem a szándékot, de nagyon sokat beszéltem már erről az autóról, azért kell egy kicsit mellé állnom, hogy érezzétek, hogy mennyire istentelenül nagy. Én 181-2 centi vagyok, attól függően, hogy éppen milyen cipő van rajtam, de hogy ennek az autónak nem látom a tetejét. 5,1 méter hosszú. A6-os Audi, nagyjából?
A tengelytáv 3 méter, és ezek a kis gombkerekek, amik így eltűnnek alatta, azok 19-esek. Őrületes nagy dögről beszélünk, 2,3 tonna. Természetesen tolóajtó, nem is jöhet azt hiszem más szóba. Gondolj bele, hogy ezt így megpróbálod kinyitni a parkolóba, áll melletted egy autó, és mondjuk így 5 centire bírod kinyitni, és nem férsz ki rajta. Nyilván elektromos, ez is természetesen. És hát igen, vannak ilyen kisebb anomáliák, hogy bizonyos dolgok leállnak, meg nem működnek, más kollégák ezt már jelezték. Mutatom a csomagtartót, ami hát Máté azt mondta, hogy legutóbb nem nyílt ki, amikor megpróbáltak gombbal nyitni, és megint nem nyílik ki. Tehát old, de szerencsére van még egy pár gomb, amivel ki tudjuk nyitni. Ugye ez itt a hétüléses változat. Nyilván, ha ezt innen kihajítjuk, akkor még a dicső utazó közönség mögött is van egy egészen használható méretű csomagtér. Tudunk dönteni, csúsztatni, mindent csinálni, elektromosan nyilván. És közműves az autó, összközműves. Itt a konnektor. Hát, hogyha beraknánk ide a hűtőtáskát benne a parizeres zsömlével, akkor nem romlik meg. De a lényeg az, hogy ennek, hogyha kivesszük ezt az üléssort, és csak 4 utas akar nagyon-nagyon kényelmesen mozogni, akkor valóban van egy használható méretű csomagtere. És most kérem, tegyék meg tétjeiket, hogy lecsukódik a csomagtartó, hogyha megnyomom a gombot. Igen, csak egy kicsit nyomva kell tartani. 350H, ami a már emlegetett 2,5 literes Atkinson ciklusú 4-hengeres és a hozzátartozó villanymotorok. Ugye a hátsó tengelyen az összkerékhajtás villanymotorjával. Úgyhogy kellően szerénytelen. Amúgy egy pici finomságot és egy pici művészetet felfedeztem az autóba, itt, ahogy elvékonyítják és így kinő a spoiler, ez sugal valamiféle design törekvést. Itt nem baltát használtak az autó tervezéséhez, hanem egy életlen bicskát. Megérkeztünk Pieskova Scalához, ez csupán csak annyit jelent, hogy a kiskutya sziklája. Nyilván, mivel Lengyelországban vagyunk, a jó lengyelek azt érezték, hogy erre is fel kell építeni egy kastélyt, amit meg is tettek már így a 14. században, nézzétek meg, most nyilván jelenlegi formájában, ez régebben azért nem így nézett ki. Amúgy itt vagyunk az Ojcov Nemzeti Parkban, a Prádnik folyó völgyében, nagyon festői a tej, tényleg csodálatosan néz ki. És ugye ez a szikla, ez nekünk azért különösebben érdekes, mert megmernék róla esküdni, hogy ilyen sziklatömb finomságú dolgokat vettek ihletésül a tervezők, amikor megrajzolták a Lexus elemet. Tényleg, van a baltával faragott, és nem tudom, van a Pocklein markolóval faragott, hát a Lexus szerintem inkább az utóbbi. Nagyon érdekes kérdés ez, hogy ez mennyire fog imponálni az embereknek, mert ugye van az úgynevezett régi pénz. Ők azok az emberek, akik nem akarják 873 decibellel a világba üvölteni azt, hogy pénzük van. Ezért mondjuk vesznek egy Maybachot, vesznek egy Bentleyt, valamit, ami látszik, hogy drága, de azért nem hivalkodó. És van az új pénz, az új gazdagok, akik mondjuk vesznek egy G-osztályt, mert nekik még nincs meg az a fajta vagyoni magabiztosság, ezért mindenképpen kommunikálni szeretnék a világgal azt, hogy mennyire sok pénzük van. Ha tippelnem kéne, a Lexus dizájnjánál nem ez volt a cél, hogy ők a világba üvöltsék, hogy ez itt egy 56 milliós autó, hanem egész egyszerűen ez az autó a távol-keleti ízlés világot tükrözi. Nekem személy szerint továbbra sem tetszik, viszont baromi emlékezetes. És ha már itt vagyunk, nézzetek milyen jó kis ilyen bássák, figyelőállások vannak itt a kastélynál. Igazából most, hogy így jobban megnézem, ezt Pesten még 170 plusz rezsiért akárki is lehetne adni. Nyilván majd fogom vezetni is az autót, de igazából aki azt gondolja, hogy ez az autó a vezetésről szól, az téved, mert bár autónak hívják, autonóm közlekedési eszköz, igazából ez az utaztatásról szól. Tehát aki ilyen autót vásárol, az nagyon-nagyon kis eséllyel fog ott elől ülni, hanem inkább itt hátul. Ez itt ugye a 7 személyes változat, ebben egy kicsit szerényebb a luxus, most a kicsit szerényebb alatt azt értsük, hogy nem feltétlen lehet ágynak ledönteni az ülést, csak mondjuk idáig. Nem, ezt is le lehet dönteni ágynak, amúgy, mintha erre szükség lenne, de nem feltétlen. És a lábtartót is föl tudom emelni tetszőleges módon.
Nem tudom, hogy így egyáltalán szabad-e autóval utazni, mert az biztos, hogy ha Máté most beleugrana a fékbe, akkor én itt egész egyszerűen kicsusszannék a biztonsági öv alól. Lehet, hogy ahogy itt elkapja az állam, még a nyakamat is kitörné. Szóval, bár mindenre hajlandó vagyok a szórakoztatásért, inkább ne halljunk meg. Na de a lényeg, hogyha az ember tökéletes luxust akar, akkor az leginkább a térérzetről szól. Álljatok oda egy Rolls-Royce mellé, álljatok oda egy Bentley mellé, azok képen néznek ki arányos, jól kinéző dolgoknak, amikor odaállsz mellé, azt érzed, hogy rád akar dőlni. Egész egyszerűen azért, mert nagy teret akkor tudsz csinálni, hogyha egy ormótlan nagy autót építesz. Tehát jól gondolkodik a Lexus, hogyha ők féktelen urizálást és luxust akarnak, akkor egy nagy dobozból kell kiindulni. És most akkor mondhatnánk, hogy de hát létezik Multivan, meg a V-osztálynak is van ilyen nagyon-nagyon felspécizett kiadása, de igazából azok teherautók. Tehát amikor azokat az autókat megtervezik, akkor először mindig egy teherautót terveznek. Ugye ez egy kicsit olyan, mint amikor szép és jó dolog egy M3-as BMW, de az alapvetően egy 320D-nek indul, amit aztán megkap a sportrészleg. Ezért szeretjük mondjuk a 911-es Porsche-t, mert azt nem személyautónak csinálják, hanem sportautónak. Valami hasonló a helyzet az elemmel is, hogy ez egy személyautóból készül. Tehát ez alatt az autó alatt egy személyautó platformban nem érezzük ezeket a teherautós mellékizeket, például nem zörög. Ugye amikor az ember egy ilyen nagy teherautóval közlekedik, aminek ilyen hatalmas tolóajtai vannak, ott azért tök mindegy, mennyire jó a jármű, mindig lesz egy kis zörej, mert torzul a nagy doboz. Ez itt egy személyautó platform, osztozik például az Erix-el, és nagyon durván kimerevítették, nehéz is, több mint 2 tonna, jóval szerintem 2,2-2,3 felszereltségtől függően. Szóval a lényeg, hogy nagyon más érzés egy eleve személyautónak tervezett autóval menni. Nem egy különösebben nívós technika, abban az értelemben, hogy nincs elől finom sok lengőkaros futómű, hátul mondjuk multilink van természetesen, de hogy nincs például légrugó, tekersugó van, viszont adaptív csillapítással, de nagy a súly, nagy a tengelytáv, ezért finoman mozog. Most itt Lengyelországban egész jók az utak, nem tudjuk, hogy milyen, amikor ráz, amikor üt, de mivel nem tettek rá ormótlan méretű kereket, emiatt egy picit esetlen is a dizájn, nem tettek rá ormótlan méretű kereket, ezért felteszem, azért működni fog ez rossz úton is. A kényelemre nem lehet panasz, állítólag csak az ülésekbe 2 évet toltak bele, hogy olyanok legyenek, amilyenek. Nagyon jól kitalált az egész. Ugye ez tényleg munkára kitalált eszköz, mondjuk ez az asztalka nekem egy kicsit pont fura, hogy hát egy tabletet nem akarok föltámasztani, egy laptopnak viszont kevés, tehát hogyha erre most így rátenném a MacBookot, akkor össze-vissza karistolna az alját, mert ez is súlyos alumíniumból van. Minden pufi bőr, és ahogy arról már tegnap szó volt, tök jól el lehet kezelgetni ezzel a kis telefonnal, amit ide adnak nekünk, ami hát nyilván nem egy telefon, csak egy érintőképernyő, amivel bármit és akármit tudunk csinálni, zenétől kedve a masszázsig. Viszont azoknak az embereknek, akiknek erre nem áll rá a keze, mert mondjuk idősebbek, és ők még a gombokban hisznek, teleszórták az autót gombokkal, ami egy tök jó dolog, teljes ülésvezérlés itt mellettünk, tudunk árnyékolózni, ablakot sötétíteni, minden egyebet az itt lévő gombokkal, annak tárolók, tehát hogy átgondolt az autó. Na most minden Lexusszal az szokott lenni a problémánk, hogy első osztályú a kényelem, de marad benne egyfajta olyan kis Toyota-s boomfordiság. Ilyen kapcsolók jönnek innen-onnan, amik hát nem egészen ebbe az autóba valók, meg az infotainment sem egészen úgy működik. Most így első blikre rohadt nagyot léptek előre. Hát, hogy emlékszem, amikor először beültem az LS-be és megláttam a kijelzőt, vagy az LC-be, hogy te jó ég, hogy ezt hogy gondolták, hogy ezen azért már 5 éve túl van a technika, meg 8 éve túl van a technika. Ebben az autóban nincs ilyen érzésünk, ez teljesen korszerűnek tűnik, és egy nagyon kellemes környezet létezés szempontjából. A probléma csak az, hogy tulajdonképpen az egyterű piac az megdöglött. Tehát, hogy miért akarnánk egyterűeket venni, amikor látjuk, hogy a Mercedes lassan a kis hobbi terepjárójára is felaggatja a Maybach logót, és csinál belőle ilyen bőrbevart dupla fényezéses változatot, mert az emberek minden áron SUV-ban akarnak urizálni. Holott ez ezerszer alkalmasabb rá. És nekem ez itt a nagy kérdés, hogy ki fogja ezt az autót megvenni. Mert ugyan itt az európai szintű kommunikációs vezető tegnap azt mondta, hogy már több mint 600 előrendelés érkezett be. A magyarországi márka menedzser azt mondta, hogy már 20 beérkezett, amióta belengedték a modellt, és 50-re akarják feltornázni idén.
Nem tudom, miért venném ezt egy SUV helyett. Ugye SUV-be szintén nagyon erős a Lexus, és ők is érzik, hogy nem biztos, hogy ez az igaz út, mert hogy érkezik hamarosan egy még nagyobb Lexus telepjáró, nyilván valamilyen Land Cruiser alapjain lesz, hogyha tippelni kéne, amiben lesz ilyen jellegű üléselrendezés, és nagyon-nagyon luxus autó lesz, mondjuk mint egy Range Rover, vagy tényleg egy ilyen Maybach GLS. De hogy most racionálisan végig gondolva, tényleg ez a tökéletes luxus autó, csak hát közben a trendek nem ebbe az irányba mozognak. Nyilván meglehetősen kiterjedtek a multimédiás lehetőségek, még mindig van Miracast, nem egészen értem, hogy miért és kinek, de van Miracast. Viszont ugye itt az autónak ugye ott egy HDMI bemenete, itt van az elemben a laptop, és akkor oda ki lehet rakni mindenféle tartalmakat. Nézzétek, pont egy feltörekvő új YouTube csatorna van ott, szerintem érdemes feliratkozni, meg nyomni csengőt, lájkot, egyebeket, és ott akkor lehet fogyasztani ilyen jópofa tartalmakat. Itt például egy nagyon jó kis friss videó van a pályanapozásról, hogy hogyan menjél pályanapozni. Úgyhogy érdemes őket követni. Na de, nem tudom, hogy a kábel itt most mennyire jó, hogy van, vagy nincs, mert ugye ennek azért működnie kéne vezeték nélkül is, legalábbis tévéken ez már megoldott, de hát tudjuk, hogy az autóipar mindig némi késéssel követi ezt, de tegyük hozzá, hogy azért ez így meglehetősen élvezhető. Nézzétek, a fiatalember talán nagy nyári meleg volt, hogy még szalmakalapba kellett nyomulni, ez most már azóta sajnos elmúlt. Szerintem egy gyártónál nagyon fontos a koherencia. Na most, rövidke karrierem alatt, amit a Lexus koherensen tud, az a következő. Kitekered a kormányt, és farkas szemet nézel egy kereszthornyos csavarral. Ez mennyire primkó már, könyörgöm! Egy három filléres dugó kéne a tetejére, hogy ne látszódjon. De látszódik! Miért? Itt van ez a remek 7 személyes változat, amiből most átülünk a 4 személyes változatba. Csak a ti kedvetekért. És hát ilyen az utazás. Egyelőre nem sikerült úgy beállítanom a MacBookot, hogy a teljes 48-szoros képátlóra kidobja a képet, mint látjátok, két oldalt van egy-egy fekete sáv. De az biztos, hogy ez azért egy elviselhető módja az utazásnak. És ugye ez a nagyon luxus változat, tehát itt már nincs mögöttem üléssor, és hát megmondom őszintén, a másikat azért így 180 centivel már végigértem, itt tökéletesen elférek, még tudok egy kicsit kalimpálni is. Tök érdekes megoldás, hogy itt kaptunk oldalt egy indukciós töltőt hangkimenettel, van benne USB-C, meg egyebek, és ennek a legnagyobb előnye, mármint a Lexus szerint, ugye kiemelték, hogy nem feltétlen kell egy levegőt szívnunk a sofőrrel, ugyanis föl tudunk húzni egy ilyen tükröt, ami elektrokromatikus, így le lehet sötétíteni, és így át lehet szövőre tenni. Ez elképesztő. Aki ebben az autóban a vezetésre kíváncsi, az egy kicsit hátulül a mozinak. Bár most, hogy jobban belegondolok, én is ülhetnék hátra a mozinak, hiszen lehetne a háta mögött egy 48-szoros kijelző, szuperszéles vásznú kijelző, amire bármilyen tartalmakat ki lehet lőni. Ugye ennek az autónak két változata van. Ez a 7 üléses alapváltozat, nagyjából 46 millió forintért, és valamivel több mint 56 millióért a 4 üléses, ahol még nagyobb hátul a kényelem, ugye ebbe kapjuk meg a már emlegetett kijelzőt. Műszakilag tök érdekes amúgy, hogy ez az autó egy nagy Prius, vagyis ott van elő a keresztbe egy 2,5 literes Atkinson ciklusú 4 hengeres, rajta a villanymotorokkal, bolygóművel, és amúgy összkerekes a jármű, tehát hátul is van egy villanymotor, nyilván ezzel nem fogjuk babodon letúrni a Traktriára átépített kamazokat, viszont arra tök jó, hogyha mennénk fel a pincészetünkhöz, és felázik a dűlőút, akkor azért felkecs mereg rajta. Ugye ez egy olyan összkerékhajtás, hogy nincs kardántengely a motor és a hátsó kerekek között, hanem tényleg hátra megy a tyúkbél, aztán hogyha kell, akkor hajt a villanymotor, ha kell, akkor megtermel. Na most itt a veszélyesen szabálykövető lengyel forgalomban, a nemzeti parkban autókázva, szabályokat betartva néha egy-egy városon átkelve,
A 2,2 tonnás 250 lóerős autó átlag fogyasztása 6,4 liter. Hát akár az összes hibrid Toyota, ez is szépen lehajol az utolsó zsúnyi mozgási energiáért is, és villanyáramot csinál belőle, amit aztán később felhasználhatunk. Mindenféle folyamatábrák vannak előttünk, amik itt szépen mutatják azt, hogy éppen mi történik a rendszerben, de hát most már több mint 25 éve ismerjük és működik, nagy változás nincs, csak mindig egy picit hatékonyabb, egy picit erősebb. De hogyha lelépjük, akkor béget. Csak most már nem úgy béget, mint a Prius, hogy olyan nyomorultú nem megy közbe, hanem úgy halad közbe az autó. Igazából ez a hajtáslánc ez tökéletes, hiszen úgysem fognak vele gyorsolgatni, itt inkább szép, csendesen működik itt az autó alatt, szépen kiszolgálja a csendes siklást, és közben nem nagyon sok üzemanyagot kér, azért ez így egy elég király kombináció. Ami érdekes, valószínűleg ki lehet kapcsolni, van benne egy sebesség túllépési jelzés, és minden áron át akar minket nevelni a jóra, tehát hogyha 2 km per órával túllépjük a megengedett 50-et, akkor is folyamatosan puttyog, és mire rájöttünk, hogy ez honnan jön. De hát a tanulság, nem kell túllépni a megengedett sebességet. Vezetni nagyon érdekes élmény az autót, mint minden olyan autót, amiben ekkora elképesztő tér, meg ekkora elképesztő üvegfelületek vannak. Nyilván itt is bejátszották a dupla A-oszlopot, bizonyos méret fölött ez egyszerűen kötelező azért, hogy elég merev tudjon lenni ez a nagy doboz. És ha bár nem a sofőr kényelméről szól ez a buli, azért egy túlélhető nyomor ez az első ülés. Gondolhatjátok, hogy tényleg felső kategóriás cucc. Van szellőztetés, fűtés, mi egyéb. A kormány az teljesen átlényegül egy ilyen iránymegszabó eszköznek, ahogy a pedálokkal is igazából nem a haladás szabályozzuk, csak azt, hogy mikor érünk oda. Mert ez az autó erről szól. Nem nekem kell, hogy jó legyen itt a sofőrülésbe, hanem annak, aki ott hátul. Jelen esetben Máté. Ami tök érdekes, hogy nekem most egy polarizált lencséjű szemüvegem van, és nem látom a head-up display-t, ami kifejezetten problémás, mert egy csomó funkció a head-up display-en érhető el. Tehát, hogyha nyomogatom itt a mindenféle gombokat, amivel a műszerfalon lévő tartalmakat váltogatom, zenét váltok, vagy megnézem a fogyasztást, ilyeneket, akkor azt előtte ki kell választanom a head-up display-en, viszont mivel polárszűrős szemüveg van rajtam, ezért nem tudom megtenni. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes helyzet. Nagyon furcsa, hogy erre nem gondolnak a gyártók, vagy hogy a Lexus nem gondol erre, hiszen felteszem, elég sok sofőr használ polarizált szemüveget, mert a vezetéshez egész egyszerűen jó. Szintén pofás az, hogy kaptunk egy ilyen tisztességes méretű kijelzőt, és végre nem kell a Lexusnak azzal a nyomorúságos egérpadjával baszkódni, vagy azzal a kis tologatós joystick gombóccal. Érintő kijelző. Rányomunk, belép, kilép. Nem egy különösebben jó rendszer, de végre nagyon szép a kijelző, tehát nem úgy érzem, hogy egy 5-6-7 éves kijelzőt nézegetek, és egészen könnyen el lehet benne navigálgatni, most nyilván úgyis Apple CarPlay-t használunk. Nincs sok választási lehetőség, tényleg a már emlegetett két felszereltség is, ha mag el fölött eldönthetjük, hogy világos, avagy sötét belsővel kérjük az autót. Az biztos, hogy egy ekkora bódénál, ez több mint 5 méter ez az autó, jól emlékszem, 5 méter 20. Szóval egy ekkora autóban már ugye a panorámakamera az nagyon hasznos, főleg, hogy nincs hátsó kerék kormányzásunk, emiatt aztán nagyon oda kell figyelni, hogy valamit nehogy lekanyarodjunk, mert tengelytávunk is van, ahogy arról már szó volt. Csak tényleg itt a vezetés az egy szakma, nem pedig egy megoldandó feladat, de azért együtt lehet vele élni sofőrként is.